Az uniós szankciós politika miatt kialakult gazdasági folyamatok egyre inkább az Egyesült Államok kezére játszanak, mert Európát meggyengítette a háború. Erről a tekintélyes gazdasági újság a The Wall Street Journal írt. A lap szerint Európa még évekig szenvedni fog a szankciók hatásától, miközben az Amerikában termelő cégeknek jó kilátásai vannak. Az európai energiaválság egyik nagy nyertese az amerikai gazdaság. Erről ír az egyik legnagyobb példányszámú amerikai lap a Wall Street Journal. Az üzleti újság cikkét a Mandiner szemlézte. Alap szerint miközben az energiárak vadingadozása az ipari termelés leépülésével fenyegeti Európát, Washington számos ösztönzőt hozott létre a gyártás támogatására. A gazdasági folyamatok pedig egyre inkább az Egyesült Államok kezére játszanak, különösen a vegyi anyagokat, az akkumulátorokat és más energiaigényes termékeket gyártó vállalatok számára. Az egekbe szökő gázárak miatt pedig egyre több európai nagyvállalat dönt úgy, hogy az Egyesült Államokba helyezi át termelését. Példaként a Dán Pandora és a Volkswagen-t említi, amelyek amerikai terjeszkedést terveznek, közben a Tesla pedig szünetelteti németországi beruházását. Azt írják, ha továbbra is maradnak az uniós szankciók, akkor még 2024-ben is magas gázárakkal kell szembenéznie Európának. Alapáltal idézett közgazdászok szerint ugyanis a Kanadától, az Egyesült Államokon át katalik terjedő földgáz kitermelők középtávon is nehezen tudják majd helyettesíteni Oroszországot Európa ellátásában. Miközben Európában az egekben vannak az energiaárak, az Egyesült Államokban szinte alig történt áremelkedés. Mutatjuk, hogy alakult a földgáz tőzsdei ára az elmúlt időszakban. A grafikonon kék színnel jelöltük az Európában irányadó holland gáz alakulását. Ez a brüsszeli szankciók bevezetése óta szinte teljesen elszállt. Ezzel szemben a pirossal jelölt amerikai tőzsdei ár csupán a töredéke az európainak. A Wall Street Journal cikkében arra figyelmeztet, hogy az európai feldolgozóipart érő károk örökre Maradhatnak, az energia árak hatalmas ingadozása, illetve az ellátás bizonytalansága miatt.